Magyarországon évente több mint 3 millió tonna szemét keletkezik. Ennek mintegy kétharmada vegyes, körülbelül 9% a bió és zöld, 8% a csomagolási, 4% a lom, 1% a üveghulladék, 3% pedig az egyéb kategóriába tartozik. Ahogy mondani szokták, a legjobb hulladék az, ami nem keletkezik. Ennek a tudatosság és az újrahasznosítás a kulcsa. Az újrahasznosításhoz pedig a legfontosabb lépés a szelektálás, amit Ferenczi Attila 18 évvel ezelőtt már egyetemistaként fontosnak érzett. Kerestünk egy olyan az egyetemre is kihelyezhető szelektív kukát, ami egyébként nem kerül sokba, és ha szerencsénk van, akkor egyébként újrahasznosított alapanyagból is készült. Találtak is ilyen anyagot, és megszületett a mai Recobin kukák őse. A mostani szelektív gyűjtő kukák anyaga már kifejezetten a cég számára készül. Ez gyakorlatilag egy 99%-ban újrahasznosított, ez egy, hozzáteszem, azért ez egy receptre gyártott, tehát nem bolti kereskedelemmel egyébként ez nem kapható papír alapanyag, így van, egy erősített karton. De a csomagolásra használt műanyag zacskó is 100%-ban újrahasznosított, amit egyébként fel is használunk majd szemetes zacskóként. A kuka összeállítása villámgyorsan lehetséges. Én az a helyzet, hogy én több ezer összerakott szelektív kuka után nekem ez viszonylag gyorsan és rutinosan megy. A Recobin kukát ma már az ország számtalan intézményében, irodaházában megtalálhatjuk. Attila elmondta, hogy van néhány fontos szempont, amelyet ezek kihelyezésénél figyelembe kell venni. Színkódolás nagyon fontos, az, hogy ezeket a gyűjtőket, és itt csak egy példa van, de hogy valamilyen módon szigetbe helyezzük le, egy irodában könnyen hozzáférhető módon, ugye a kommunikációs felületek segítik azt, hogy mi az, ami belemehet. De ezek a felületek edukációs jelleggel is használhatók, környezet tudatos információk elhelyezésére, és brandingelhetők is. Maga a kuka az nagyon jól viszi egyébként a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának az üzenetét, és hogy amúgy a szelektív hulladék az mennyi mindenre használható. Nekünk és az utánunk következő generációk szerepe ebben a kérdésben óriási, hiszen szüleink, nagyszüleink szinte alig termeltek szemetet. Ezek a csomagolások, amiket most használunk, nem voltak jelen a mindennapi körforgásban, tehát ez pontosan ennek a társadalomnak, pontosan ennek a generációnak a feladata, tehát az a mennyiségű hulladék, amit termelünk, azt kötelességünk újra hasznosítani. A világban a tendencia szerencsére javuló, tehát egyre proaktívabbak vagyunk, de nekünk magyaroknak még van hova fejlődnünk. A tendencia növekszik, Magyarországon egy picit stagnál. 2035-re 45-50%-os újrahasznosítási arányt kellene elérnünk, ennek jelen pillanatban egyébként a felénél tartunk. Tehát összességében a hulladék körülbelül 25%-a kerül újrafelhasználásra. Fontos, hogy ismerjük, hogy mit hova kell, lehet dobni, melyik kukába mit helyezhetünk el. Különösen a műanyag és a vegyes csomagolási hulladékgyűjtésnél látjuk azt, hogy mennyire fontos az edukáció, és mennyire fontos az, hogy bármelyik felhasználó pontosan tudja, hogy milyen típusú hulladékok dobhatóak abba a frakcióba. Ez ugye a fővárosban a sárga tetejű kuka képviseli ezt. Tehát lényeges informálódni, hogy a saját településünkön melyik színű kuka, melyik típusú szeméthez kapcsolódik, ugyanis ez akár településenként is eltérhet. És ha ezt tudjuk, akkor az előbb említett 25%-os újrahasznosítási arányt is emelni tudjuk. A Recobin azonban a figyelemfelhívás mellett egy komplex szolgáltatást is kidolgozott ennek érdekében. Aminek része a beltéri szelektív hulladékgyűjtésnek a kialakítása, része az edukáció, része az elszállítás, és része az elszállítást megelőzően egy olyan osztályozási tevékenység, amit egyébként mi helyben az ügyfeleknél végzünk. A kollégáink, a hulladékosztályozók, az irodaházaknál, akikkel szerződésben vagyunk, a takarítók által leszemetelt, úgymond lehordott hulladékot válogatják ki, nézik el, és szednek ki belőle mindent, ami újrahasznosítható, PET, alu, karton, hungarocell, ugye a tisztítószeres flakonok, az megint egy más frakció. Ezzel a módszerrel egyébként a korábban említett 25%-os újrahasznosítási arány mintegy 80%-ra növelhető. A környezet tudatosság egyre nagyobb teret nyer, nem csak
egy átlagember szintjén, hanem a cégek, irodaházak üzemeltetői is egyre fontosabbnak érzik azt, hogy beálljanak ebbe a sorba, és valamit tegyenek azért, hogy a föld tovább élhető maradjon. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért!